Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves nézőket, önök a Heti TV-t, és a Pélpult látják, Emkende Péter vagyok, és ki mással beszélgetnek, mint Kardos Péter főrabbival. Szervusz Péter! Szervusz, szép jó napot mindenkinek! Mit szólnál hozzá, ha itten a heti szakasz kitárgyalása előtt egy kicsit nosztalgiáznánk? 56? Ne! Nem. Nem, kérem szépen. Pedig ebből készültem. Hát most csináljunk. Már annak a zsidó vonatkozásairól. De majd arról is fogunk egy kicsit beszélgetni. Tehát leginkább, ugye ezt a nézők már többször is hallhatták ezen a héten, leginkább Brajer Pétertől, de még tőlem is, hogy a stúdió költözik. Úgyhogy a Pilpul most utoljára itt a Veselényi utcában van fölvéve. Milyen volt neked ez az elmúlt 200, hűha, nem is tudom, 20, nem is tudom, nagyon sok adás. Hát nem, az nem mind én voltam, az elődömé volt. Meg kell mondjam, hogy én sajnálom, hogy el kell költözni innen. Na, pontosan gondoltam egyet. De a nézők, akik többen vannak, mint mi, remélhetőleg, nekik teljesen mindegy, hogy innen vagy a Bajza utcából megy a műsor, annál is inkább, mert a régi dal szerint nem, nincs olyan, a Veselényi utca sarkán van egy palotta, de Bajza utca sarkán igen, de most ettől eltekintünk. Tehát a nézőnek mindegy, hát nekem nem mindegy, hogy itt 50 méterről a Sip utcába jövök ide, vagy trollival, meg föld alattival megyek oda, úgyhogy, de hát ez tényleg a nézőnek ez. De jó volt itt lenni, azért ezt szögezzük le. Volt ennek a helynek, meg ennek a környéknek, mint hogy most is megvan, volt egy hangulata. Hát hogyne, hát az a zsidó negyedben vagyunk, ott meg nem ott leszünk. Majd akkor csinálunk mi ott egy saját zsidó negyedet? Hát én nem vagyok hajlandó pályeszés szakált növeszteni a Bajza utca miatt, úgyhogy rám ne számíts. De zsidó negyednek nincs ilyen szoros összefüggés. Zsidó negyed nincs ilyen szoros összefüggésben a pajesszal, szakállal. Nekem szakállom van. Megfogtál. De ez nem ilyen szakáll. Az a szakáll nem ilyen szakáll. Van egy lengyel közmondás, a jobb egy zsidó szakáll nélkül, mint egy szakáll zsidó nélkül. De van cinizmus is, de ezt ott tanultam, ezt a mondást, és méghozzá zsidók mondták, mesélték. Jó, akkor nézzük egy kicsit ezt, hogy a holnap október 23-a van, nézzük ezt az 56-os témát. 1956 kapcsán én azt gondolom, hogy a rendszerváltozás előtt, pontosabban jól emlékszem, 57-58-ban jelent meg az úgynevezett fehér könyv, ami a ló egyik oldala volt, és akkor finoman fogalmaztunk, amiben leírtak mindenféle szörnyűségeket, amik tagadhatatlanul azok megtörténtek természetesen, és ezek között szerepelt számos olyan történet is, aminek voltak zsidó vonatkozásai. A rendszerváltozás után rákerültünk a lóra, vagy átestünk a ló túloldalára, ez megítélés kérdése. Ezek a zsidó vonatkozások viszont, amik előtte lehetett egy-kettőt olvasni, ezek mintha nem lennének, vagy nem történtek volna. Meg rosszul gondolom? Kérlek szépen, közhelyel kell kezdenem, mintha tegnap történt volna. 20 éves voltam, ha nem csak a 20 éveseké a világ, de akkor tényleg az oké volt a világ is. Ezt a 10 napot részben szándékosan, részben véletlenül mindig ott töltöttem, ahol a legnagyobb tűz volt. Budapesten. Ebben benne volt a köztársaságtéri lincselés és ostrom, benne volt a parlament előtti sortűz, benne volt sok minden, több tízezres menetek, és ebben a 10 napban én semmilyen antiszemita szót, jelszót, skandálást nem hallottam. De a nővérem, aki 6 évvel volt idősebb nálam, szólt, hogy hallod, mit kiabálnak? Hallottam, mire gondolsz?
aki magyar velünk tart. Hát ez természetes, hát ne öljenek franciák, aki magyar, annak ott a helye. Nem azt jelenti, hogy nem ért, gondolod, hogy azt, hogy a zsidók nem. Egy. Második, egy Piros László nevű belügyminiszter volt. Igen. Akkor. Most én nem tudom, hogy a zsidó volt-e vagy sem, erre nem emlékszem, de amikor lemondott, ez mind a forradalom alatt van, a rádió bemutatása, hogy mindenütt tűzzék ki a nemzeti zászlót az épületekre. Megint a nővérem szólt, én még megint nem láttam semmi természetellenes, valami antizemit abban, hogy hát kitűzi. Utólag azért, mert ő lemondott, miért kellett kitűzni a... Most nem tudom, hogy a zsidó volt esetleg, azóta a nevét se hallottam neki, tehát ő volt akkor a belügyminiszter, váltás volt, mint ugye minden forradalomban. Az, hogy utána a fehér könyvbe olvastam, hogy Szabolcs megyébe, meg egyéb helyeken, az, hogy a zsidók, főleg vallásos zsidók tömege miért ment el innen együtt a többiekkel, ennek is volt egy magyarázata, pláne utólag. Ha a kommunizmus győz, akkor a vallás szenvedi meg. Ha a forradalom győz, akkor jön az antiszemitizmus. Tehát a legjobb nyugaton, vagy Izraelbe, vagy Amerikába. Na most az én távollétem, vagy disszidálásom az volt akkor a hivatalos neve, ez 3 napig tartott. Azt hiszem én voltam a legrövidebb ideig távol a hazától, de ez már november 4-e után volt. Többször elkaptak a mezőn, már osztrák határon, a magyar határőrök, visszahoztak, újra elmentem, stb. Hosszú lenne elmesélni, hogy milyen kalandos körülmények között jutottam át, de amikor az Eisenstadt-i lágerbe kerültem, ott egy ritka élményben volt részem, mert a Nixon elnök, akkori elnök, repülőgéppel, külön géppel érkezett meg Eisenstadtba, hogy magával vigyen egy magyar disszidenst, akinek nem volt lába, hanem egy ilyen kerekes kis deszkán tolta át magát a mezőn. És ő személyesen az ő repülőjén. Mielőtt jött, banánt és narancsot osztogattak nekünk, és mutatta a híradó, nem a magyar, tehát a híradó mutatta, hogy a lágerben mindenki meg van elégedve, minden. Aztán elment, és utána vége volt a sónak, de most, ha forradalomra visszacsatolunk, én csak utána a fehér könyvbe olvastam arról, hogy milyen antiszemita, sőt, akasztás is történt, azt hiszem Miskolcon, és de a lincseléseknél, ahol ott voltam, Aradi utca és Kőrút sarka, a Köztársaság téren, hadd ne elevenítsem most nem, föl, nem mert pláne a Köztársaság teret, de végignéztem azt az ostromot, tehát jobbról géppisztollyal fiatal 10-20 évesek lőtték a pártházat, végül jött egy tank és belőtt, utána bementek, elfoglalták és kihurcolták onnan a védekező bent lévőket. Kemény dolgok voltak, és az utolsó emlékem a MUK, amikor a szovjet csapatok vitt végleg el, megalakul a Kádár kormány, nem egyik napról a másik napra, és akkor azt kiadták a jelszót, hogy MUK. Márciusban újra kezdjük. Igen. De hogy ez kiadta ki, az máig nekem egy rejté, hogy nem a provokációból a másik fél adta ki. Minden esetre arra emlékszem, hogy az első évfordulón megjelent az ellenállásnak egy fekete nyakkendőt kössön mindenki. Én magam is fekete nyakkendőben voltam aznap. Na most ebből, hát én akkor már a rabi képző küszöbén voltam, úgyhogy én nekem nem kellett mentegetőznöm, hogy miért vagyok fekete nyakkendőben, mert a rabi hallgatók fekete nyakkendőbe jártak akkor. De emlékszem, hogy nagyon sokáig, borzalmas utcai jelenzeteket láttam a Nagykörúton, a mészsel leöntött szovjet katonák, meg szóval minden, amit el lehet képzelni. Elég fogékony korban voltam akkor ahhoz, hogy ezt megjegyeztem mai napig mindent, amit láttam és hallottam. Hú, jó, akkor
csináljuk azt, hogy nézzük meg, hogy ma miként, ma, holnap, holnap után miként fog emlékezni az ország, és mire fognak emlékezni. Tehát a többség nem élt. Igen. Vagyis a többség annak a médiának lesz a befolyásoltja, amelyiket olvassa. Na most itt nagy választék nem lesz, mert tudnélik, nem ismerek olyan médiát, amelyik ellenforradalomnak fogja nevezni 56-ot. Egyébként az ellenforradalom nekem azért a logikát az nem azt jelenti, hogy a fennálló rendszer ellen felkelők azt ellenforradalomnak hívják. Tehát nem egy pejoratív kifejezés, hanem a rend megdönti az ellenforradalom. Hát ugye, de 56 után ez átment egy negatív konnotációba. Igen, csak azért mondom, hogy gondolom, a fennálló rendszer ellen, minden fennálló rendszer ellen az ellenforradalom. Jó. Kíváncsi leszek ezekre a megemlékezésekre és az üzenetekre. De meg vagyok győződve, hogy a legkevesebb szó 56-ról fog esni. Pontosan ezért. Bármelyik oldalról lesz szó, de ez teljesen életszerű, logikus, mint mondtam. Hát ennek 66 éve? Hát 66 éve. Vagy akkor a zsidóságot, ne felejtsük el, 12 évvel vagyunk a holokauszt után, tehát a túlélők java él, és hát nem mindenki találkozott jó emlékekkel, mondom, Kelet-Magyarországon különösen. Nem. Világos. Jó, nézzük akkor ezt a heti szakaszt, ami viszont előttünk van. Hogy ezzel szemben Ábrahám. Van némi kapcsolódási pont. Akkor nézzük azt, hogy Vajéra, Vajéro. Vajéro. Vajéro, bocsánat, igen. Heti szakaszát olvassuk, amiben szerepel az is többek között, hogy már megint nem bírnak magukkal az emberek. Tehát, hogy ez egy ilyen emberi, jelen esetben mondhatjuk azt, hogy zsidó tulajdonság, hogy belekerülünk egy szórezba, legyen szó mondjuk akár az özönvízről, kijövünk belőle, minden rendben van, kezdjünk mindent előről. És akkor most belecsúszunk egy olyan történetbe, amit a mostani heti szakaszban fogunk tudni olvasni. Hát előlegezzük meg, nevezzük a legegészségtelenebb heti szakasznak, na, mert hogy nem sószegény. De hát ez biztos majd... Ezt a poét, ezt még... Jó, majd van? Só esik róla, még a logopédushoz innen. Só sincs róla. Só sincs róla, na, igen. Tehát nem sószegény, de ez most mellékszál. Ebben a heti szakaszban ez nem szegény kalandokban, tehát nem hiányoznak bele a történetek, de leköti az embert valóban, és tanulságokkal, és micvákkal, és példaadással, példavevéssel. Hát ugye kezdődik ugye a három férfiú látogatásával. Aki ugye nem tudjuk, hogy ez egy jó kérdés, hogy ugye, hogy akkor most ők küldöttek, három ember, három férfiú, három angyal, hogy az örökkévaló jelenik meg három ember személyében. Óriási, lehet különbségeket tenni. Hát akkor nem volt tudható, de utána kiderült, hogy ezek angyalok voltak. Aki, bocsánatot kérek, csak tisztán segítsünk a nézőknek. Meglátogatják Ábrahámot, aki ugye előtte három nappal esett túl a saját maga körülmetérésén. Így van. Tehát teljesítik ezáltal a Bikur Holim, a beteglátogatás micváját. Ábrahám teljesíti a vendégletes. Nem mondd el az én igen, szövegemet. Befogtam. Tehát szépen, ugye századik életév küszöbén önmagán végzi el a körülmetélést, és ez a három angyal, mint később kiderül, egyben a beteglátogatásra ad ugye példát, Ábrahám pedig a vendéglátás micváját vetíti előre, tehát így kell viselkedni a betegekkel, és így kell viselkedni a vendégekkel. Na most természetesen a mai napig ez mint érvényes, hát elvileg persze, hogy érvényes, de ezt már múltkor mondtuk, hogy a beteglátogatás járvány felfüggeszti, vendéglátást ugyancsak.
És hát ha ma valaki azzal jönne, hogy neki megjelent három angyal, nem a Bibliára gondolnánk, hanem egy orvosi foglalkozás, egy bizonyos, nem fogorvosi. És azért itt azért álljunk meg egy kicsit, mert itt azért fölmerülhet az is, hogy megjelent a három angyal, és mind a három angyal átadott úgymond egy hírt. Igen, egy fiúnak a jöveteléről. És pontosan ezt akartam mondani neked, hogy Sára, Ábrahám felesége volt az, aki, hát hogy fogalmazzak, tehát hogy a mosoly, ami rajta volt ettől a hírnek a kapcsán, az sokkal inkább lehetett ilyen, jó van, mondják, csak típusú mosoly, tehát hogy nem örömteli. Na most itt azért átkapcsolnék a Új Testamentumról szóló egyik morbid vicc szerint, hogy a Máriának hírhozzák, hogy lánya születik. Na mostan itt az, hogy itt fiú születik. Mi lett volna, hogyha lánya születtett volna Sárának? Ez föl sem merült, hogy lánya születik. Akkor hogy alakul a... Akkor egész más irányba... Borul az egész rendszer, igen. Ez az a gondolat, amit egy kis magántársas játék, hogy mi lett volna, ha lánya születik. Hát hogy alakulnak a... Egész más történelem következik. És... Ugye a harmadik üzenet, a harmadik angyal üzenete, aki bejelenti, hogy hát itten bizony némi pusztítás fog történni, el fog pusztulni Szodoma. Talán a múltkor elmeséltem, hogy az egyik zoomos istentiszteleten elhangzott egy vicc arról, hogy a piroska és a farkas. És akkor a klasszikus mese csak beletették azt, hogy a farkas feltételő, vagy a szabja, hogy magáivá kell tenni a piroskát, és akkor megoldódik. Így is történik. És akkor mondtam, hogy ezt hívják Szodómiának. Az illető nem tudta nyilván, hogy ez innen származik. Annyira megromlott a két város, hogy állatokkal is közösültek. De hát sok minden más is volt, gonoszság. És Szodoma és Gomorra elpusztítását vette tervbe az örökkévaló, és akkor kezdődik a híres alkú Ábrahámnak. Ezt akartam én. Azzal a felkiáltással, hogy az igazat és a gonosz nem pusztíthatod el egyformán. És akkor, ha 50 igazat találsz, nem pusztítom el, nincs. 40-et, és így megy le 10-ig, de 10-et se talál, de megtalálja Lótot, aki szintén megmenekülhet, tehát megkapja az esélyt, menekülnek is, most jön a nem sószegény történet, ugye a feleségnek feladatú szabják, hogy nem nézhet hátra, mert akkor sóbálványá változik. Feleség azért feleség, hogy kíváncsi legyen, hátra néz, sóbálványá változik. Ez mennyire... Tudjuk, hogy emlékezni és emlékeztetni, ez egy nagyon fontos zsidó hagyomány. De ne nézz vissza, tehát ezt egy kicsit, mert ez is egy fajta hagyomány, hogy nézz előre, mert neked az a fontos. Ez örök vita téma. Az egyik vita partner azt mondja, most nem egy emberről van szó, az egyik vitatkozó fél azt mondja, hogy hagyjuk már a múltat, a jövőbe nézzünk. Másik, nem tudunk a jövőben nézni, anélkül, hogy a múltat ne vennénk figyelembe. És akkor ezen vitatkoznak, aki azt mondja, hogy a múltat hagyjuk, az nyilván sáros az illető, vagy az egész elv, amit képvisel, de akkor csak a jövőre. Ha meg azt mondja, hogy a múlt nélkül nincs, akkor ez egy tisztább sor. Nem lehet figyelmen kívül hagyni a múltat, pláne aki hívő és a Biblia és a Kohelet könyvét, amelyről beszéltünk, a legpesszimistább alkotását a Bibliának figyelmen kívül hagyja, nem lehet a múltat, hát, illetve piciny iróniával, úgy lehet, hogy nincs semmi új a nap alatt, írja a Kohelet. A igen, igen, erről beszéltünk. Hát akkor minek a múlt? Az úgyis jön újra, úgyhogy ennyi. De ugye Lótné visszanézett, visszafordult,
és sóbálványá mered. Ez egyébként, ugye benne vagy bálvány. Ez nekem nagyon tetszik egyébként a gyerekeknek, ma már ez nem ezen a technika, amikor ezt mesélte nekünk gyerekeknek, éreztem, hogy az életem végéig akkor is meg fogom jegyezni, ha sose leszek rabbi. Ez annyira megfogja egy gyereket, hogy sóbálvány, akkor egy só alakú oszlop, ami ember alakú, ezt megjegyzi. Ezt nem lehet elfelejteni. Az, hogy Ábrám elkezd alkudozni, az ugye azt is jelenti, hogy ő eleve olyan, nem tudok szebb kifejezést, azt hiszem, hogy hirtelen ez jutott eszembe, pozícióban van, hogy ő alkudozhat. Igen ám, de mint apa megbukik. Ah, nem is kicsit. És akkor most... Mert ott nem alkudozik, amikor Izsák megkötözésére kap. Igen, az egy külön történet. A nem feláldozása, a kéda, az a megkötözése Izsáknak. Ott nem alkuszik. Ezt akartam még megtudni, hogy oké, leáll alkudozni az igaz emberekért, a cádikokért. Igen. De közben jön ez a kérés, amit ugye most megkötözni, feláldozni, felvinni az oltárra. Lehet így is, úgy is gondolni. Vagy lehet? Ő úgy gondolta, hogy igen, akkor ez azt jelenti, hogy nekem... Ezer magyarázatot hallottam és olvastam erről. Nekem azt tetszik, hogy Isten úgy gondolta, ez a legjobb nekem. És a klasszikus idéző, gondolta a fene. József Attila a versben azt gondolta, hogy. Gondolta a fene. Tehát Isten azt mondta, hogy. Na, lényeg az, hogy Ábrahám komolyan vette a dolgot, tehát ő nem volt azért finoman szólva biztos abban, hogy ez nem jön létre a feláldozás, tehát hogy megakadályozzák abba. De itt is van egy kis pogány kultusz. Igen. Mert mi nem igen szoktunk gyereket áldozni az örökkévalónak. És akkor betyárosan finoman fogalmaztunk. Ábrahámnak fel sem tűnik, hogy idegen szokást kér tőlem az örökkévaló, de sem nem alkuszik, sem nem vitatkozik. Jó, hinöni, itt Hine, vagyok, igen. Végrehajtom. Míg az előbb Szodoma és Gomoránál ezt nem csinálta. Azzal, hogy Ábrám képes lett volna ezt megtenni, kvázi szó és hang nélkül, és akkor a gyerek áldozat. Nem akarok nagyon belefutni, de ezzel lehet némi lovat adni az antiszemita gondolatok és az különböző pogromok alá is. Hiszen ott na, is... én nem lennék ennyire érzékeny erre a témára, mert mivel a Bibliát nem mi írtuk, szóval nem látok antiszemitizmusra okot én közvetlenül, ha ezt esetleg kifejtenéd, hogy mi lenne. Nem csak azt gondolom, hogy többször fölmerült ugye az, hogy a különböző vérvádperekben, hogy a gyermek áldozat. És akkor lehet mondani, hogy hát ezek olyanok, hiszen még a sajátját is feláldozta volna. Ez nekem nagyon tetszik. Sose hallottam ilyet, de visszagondolva a vérvádakra, ott ugyan, szóval ne, ott nem áldozathozatal van a vád pontjául, hanem keresztény szüzeknek a megölése. De ezt én még nem hallottam. Szóval ilyen antiszemitizmus, amit te most előadsz itt. Meglepem a főrabbi urat, szóval aki aztán sok mindent nem jutok látott. Szóhoz. Meg én igen kreatív tudok azt lenni tudom. Minden oldalon, de ez nekem jó. Le a kalappal, de a kipa marad. Természetesen. Az, hogy végül nem történik meg ez a rettenet, mindössze Sára hal bele később, igen. Ezt majd jövő héten fogjuk megbeszélni, és hozzá kell tennem, hogy a jövő héten egy egészen speciális, jövő héten a Bécsalom zsinagógában én fogom tartani a Dvártórát szombaton, és már kitaláltam, hogy egy egészen speciális történet fogok elmondani, és pontosan Sára halála kapcsán. Azt nem gondolt még bele senki, hogy a gyerek, aki ugye akkor már 30, nem tudom, hány éves volt Izsák, az ő lelkébe, fejébe ez hogy zajlott le ez a folyamat?
pá. Jó. Nem akarok belemenni, hogy József Attila ez alatt azt gondolta, hogy... Olyan, csak bennem fölmerült ez kérdésként, de megértettem. Hát nem fordult szembe apjával. Az apjával. Hát, ezt akartam, igen, kihozni az egészből, hogy, hogy az apja azt, azzal nem fordulhat szembe. Hát már elnézést, hát mondjuk Izsák is, vegyük, hogy Isten hívő volt. Na most, Isten parancsát teljesíteni, akár önfeláldozó módon, vagy gyerekfeláldozó módon, ha ő ezt kéri, ha vannak valami oka van. Világos. Jó. Most pénteken mivel készülsz a híveknek? Miről fogsz beszélni? Hát fogok beszélni a járvány növekedése és a zsinagóga látogatás összefüggéseiről. Tudnélik, a Mazsiz krízismenedzsmentje, amely már rég felfüggesztette, itt ma ismét összeül, és megtárgyalják, hogy kidús lehet-e. Szóval szigorítani próbálnak. Tehát szigorítani ajánlás... szeretnének? Főleg a kidús szempontjából, mert az egyik zsinagógának a rabbija az azt mondotta volt, hogy kidust azt nem lehet felfüggeszteni, mert nem lehet közösséget építeni enni és innivaló nélkül. Mondják azok a rabik, ahol kidust tartanak, és akik legkeményebben kritizálták évekkel ezelőtt az emichet, a habadot, hogy hát könnyű nekik, úgy van minyenjük, hogy enni, inni adnak. Most egy kis ellentmondás van itt a kettő között, legalábbis én azt látom. Zuglóban nincs gond, tudnélik, ja, hogy akkor elmennek majd az emichez a hívők, mert ott enni fognak, itt meg nem esznek. Zuglóba járvány a megnyitás óta csomagban kapják az emberek a péntek esti kidust, hazaviszik, megeszik. Otthon, és senki nem ment át a Chabadba, mert nem ültek az asztalnál kiduson. Tehát, erről fogsz egyszer beszélni? Minőségi Isten tiszteletet kellene tartani, esetleg akár rabival, akár olyan kántorral, aki miatt oda jönnek, mert, hát hogy mondjam, bár egykori professzorom mondta, hogy nem Isten tisztelet, hanem embertiszteletre is jönnek az emberek, úgyhogy mint szójáték ez tőle megszokott volt, de valóban sokan függetlenítik magukat attól, hogy Isten is tisztelet, Istennel beszélünk, hanem ki a rabbi, ki, ahhoz én nem megyek, ki a, nem, azt én nem hallgatom, én megyek máshova. Hát most, de hát szükség törvényt mond. Jó, szóba hozod 56-ot a prédikációdban, vagy nem? Most na most nekem így nehéz dolgom van tudni, hogy ez egy időskorú kile. Nem azt mondom, hogy tehát rajtam kívül inkább gyerekkorúak voltak ők akkor javarészük. A hölgyekről nem beszélek, hát ők nem éltek akkor. Az automatikus nem éltek még. Tehát emlékeztetni fogok arra, nagyjából, amiket itt elmondtam. Igen, igen. És a heti szakaszról magáról valamit fogsz mondani? Hát a heti szakaszról nem ez összefüggés. Na, jó. A forradalom és a heti szakasz jó. Között. De mindig van a heti prédikációnak egy aktuál része, és van a heti szakasz. Jó, hát kívánjunk magunknak először is Shabbat Shalom, Good Shabbat. Kívánjunk a hétvégére nyugalmat és emelt fejekkel történő megemlékezést. És hogy minél több szó esik 56-ról, igen. Az 56-os megemlékezéseken. Igen, ez nagyon fontos. És kívánjuk azt a nézőknek, hogy menjenek el a zsinagógánkba, hallgassák meg a rabik beszédét, és szombaton hallgassák meg, olvassák el a heti szakaszt. Utoljára innen a Veselény utcában mondjuk azt, hogy köszönjük, hogy minket választottak. Jövő héten már az új helyszínen köszöntjük Önöket. Addig is a legjobbakat. Shabbat Shalom, Good Shabbat. Üzenem a nézőknek, hogy semmilyen hátrány nem éri majd őket, hogy egy kerülettel kevesebb, tehát a hetedik hét a hatodik kerületből jelentkezünk. Ennyi előnyük lesz, hogy lehet, hogy ott még sokkal szebbek is leszünk. Köszönjük!